Elhagyta a csütörtök kora délután kezdődött uniós csúcstalálkozót és önkéntes karanténba vonult az Európai Bizottság elnöke, miután arról értesítették, hogy egyik munkatársának koronavírus tesztje pozitív eredményt mutat. Ursula von der Leyen erről Twitter oldalán számolt be, azt írta, arról tájékoztattak, hogy az irodámban dolgozó egyik munkatársam koronavírus tesztje ma reggel pozitív lett. A sajátom negatív, azonban elővigyázatosságból azonnal elhagytam az Európai Tanács épületét és önkéntes karanténba vonultam. Von der Leyen a múlt hét elején is karanténba vonult, mert környezetében fertőzöttet találtak. Korábban David Sassoli az Európai Parlament elnöke, a múlt hónapban Charles Michel az Európai Tanács elnöke vonult karanténba hasonló okokból.